A 23. Kevi Juhász Fesztivál keretében a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége szervezésében került megrendezésre a juhászati szakmai konferencia. A mai napon nagy dolog történik, hiszen ez a második évben megrendezésre kerülő rendezvény hagyomány teremtőként már a továbbiakban is nagy kötelezettséget jelent számunkra, és úgy gondolom, hogy ha megfőképpen állunk hozzá, megfogadjuk azokat az információkat, amelyeket kapunk a mai napon, és jól érzünk magunkat baráti beszélgetések során is, és ez azt jelenti, hogy eléri a célját ez a mai rendezvényünk. A konferencia moderátora Hajduk Péter az MJKS ügyvezető igazgatója volt. A szakmai konferencia első előadója Kirsing Ágnes operatív igazgató volt. Előadásának a témája juhtartók támogatási lehetőségei volt. Őt követte Borovka Zsuzsanna, vezető állattenyésztési szakértő. Előadásának a témája az Eurosheep nemzetközi projekt bemutatása, előrehaladása. Dr. Dakó Zoltán állatorvos, légylárva fertőzöttség juhokban a gazda és a gyakorló állatorvos szemével tartott előadást. A rendezvény nagy érdeklődésre tartott számot a juhtenyésztők körében.